vállaló folyamat akarsz indítani a városra. De azzal nem csak a gonoszszal, hanem a jó és kedves emberekkel is végzel. Mondj egy jó embertárgyalatot. Ott van például Zófeus a bíró, aki mindig alakozik az árváknak. Mondj még kettőt, és megez a három, és akkor megkímélem Arkádiát. Ott van például Alinta, aki befogadta a városban élő összes sérült állatot. És ráadásul... Ráadásul játszik is az állataimmal! Jó, én is ezt akartam mondani. Én is szeretem Alintát. Olyan szép Titusszal, amikor olyan szerelmesek. Jó, és oké, a... jó. Nem vagyok a kíváncsiak, jó. A harmadik Tallius, a harcos, aki a családjáért küzd, és mindig rájuk gondol. Ráadásul kutyájuk is van! És én láttam, hogy a nagy harc után az egész családot elvitte a győri árkádba fagyizni. Magyar! Júno! Normális van? Igen. Hát hol vagyunk most, az ókorban vagy a 21. században? Minerva! Rám kislányom! Én ezt a 12. életemben láttam. Meg különben is, mi ez a ruházat? Mi ez a haj? Múlt héten még egy kis fekete hajú tini gyerek voltál. Ja, meguntam azt a tini létet ott lenn a földön, tudod, most ilyen ezüstös hajó, nagymama. De egyáltalán mi közöd van neked ez? Nem is vagy az anyád! Mi az, hogy nem vagyok az anyád? Azt hittem el, hogy jól helyére is vagy. Elég legyen. De akkor is! Jól helyére! De akkor is! Vulcanus, megkíméled Arkádiát végül? Csak akkor, ha elmondtok három tanúságos mesét. Teremtilla, Léci, hozd ide az avatárjainkat, kellenek a másikhez. Micsoda? Az avatárjainkat, Léci, hozd ide. Az több trillió, millió, de nem tudod elképzelni, több jó, mindegy, de hozzá a párat, old meg, valahogy. Jó, hozzá, kellenek. Itt van az avatárok, ne szeretek! Kellenek a munkaidő! Jó, most már oké.
8 óra munka. Jaj, nekem! Mi történt már megint? Mondjad! Nagyon fáj a fejem, ez az idő kikészít engem. Egész nap fel se tudtam kelni, úgyhogy ma sincs vacsora. Jaj! Nem baj, hogy rendeljünk gíroszt. Hát jó, hogy rohan az idő, elmúlik az én, nagy és megint reggel van. Megint reggel van. Jó reggel, kedves feleségem. Én most elmegyek munkába. Oké. Te viszont ne várj haza, csak vacsorára. Jól van, túlórázom? Valami olyasmi. Jó, rendben, vacsorával várom. Szia. Szia. Most ide elbújok a fa mögé, és meglesem, hogy miért nincsen már napok óta vacsora. És... Timati, te vaj! Hová lett a vaj? Ott látom a baj, mondom, most lesz neked jaj. Leszámja, igen. Timati, te vaj! Hová lett a baj? Na. Ott látom a baj, mondom, ezért nincs vacsora. Azért ez mégse szabad. Na csak elkapjam el. 8 óra munka, 8 óra. Sárga, de hát én még csak kis róka vagyok. Na nem is ez a lényeg. Én nagyon meleg bunda, nagyon csinos, látod, kétféle színe van, és akarsz-e velem cserélni? Nem akar velem cserélni. Figyelj, holló! Aki ilyen gyönyörűen krummog, és ilyen gyönyörű szép ruhája van, az biztos gyönyörűen énekel is. Dúdolnál nekem csak egy ilyen icidipicirit? Hát ez gyönyörű volt! Ez így a szíve
még hatolt. Hát ilyen hang nem volt sehol. Se a, az itt faktorba, se a kinitudba, se a mit tudom én melyik keresőbe, mert a te hangod, hát az valami gyönyörű. Még egy iciri, piciri nem dúdolnál nekem. Hát én tudtam, hogy te tehetséges vagy. Hát még ha kinyitnád a csőrődet, tudod, olyan nagyra, és olyan igazán megszólalna a hangod, akkor én média sztárt csinálnék belőled. Megvaras hajt! Megdolgoztam, érted? Tanuld meg, holló, a hízelkedő olyanokból él, amilyen te vagy, akik ezt szívesen hallgatják. Legyen ez mindenkinek tanúságul, hogy hogyan járt a hiszék egy buta holló. És az okos, ügyes, róka, és hiszem is a sajtot a kislánynak. Nagyon elkésten. Meg tudjuk még gyógyítani a nagymamádat? Nem. Dehogy nem, szerintem biztos. Hát akkor miért dolgoztam én ezért a varázssajtért? Kéred ezt a varázssajtot? Igen. Tessék, de akkor gyorsan adva a nagymamádnak, mert azt szeretném hallani, hogy meggyógyult a nagymamád. Jó? Hát, szia, szia! Szia! Vigyázz a sajtodra, mert elrendetted. Szia, 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 kedves kislány! Szia, Ró! Szia, kedves Ró! Azt mondta nekem, hogy kedves Róka! Jó, de jó! Én vagyok a kedves Róka! Szia, szia! Találkozunk máskor is, és húzd el akkor a nagymamádat! Itt a vége, fuss el vére! Nyuszi-nyuszi, hopp-hopp az erdőben ugrál, egereket fogdóz és megkeketi mind. Ahogy te unatkozom. Oh, szervus, sindisznópajtás! Szia! Hát mondd csak, hogy tudsz te azokkal horgas és kicsi lábakkal menni? Hát én ezekkel a horgas lábaimmal gyorsabban futok, mint azokkal az egyenesekkel. Hát a szervusen kétlen. Fogadjuk le. Rendben, miben fogadunk? Egy fagyi az árkádban. Fagyi? Imádom a fagyit! Jó, rendben. És hogy futunk, vagy mikor? Holnap reggel, mikor a 8 órási vonat indul. Micsoda? Miért nem most? Mert előbb haza kell mennem, hogy egyek. Jól van, sündisznókoma. Legyen úgy. Siess haza, és holnap reggel találkozunk. Nem, holnap reggel. Szervusz, kedves feleségem! Szervusz, drága férjem! Sünyi buszi! Képzeld el, fogadtam ma a nyullal, hogy gyorsabban futok, mint ő. Megbolondultál? Hogy futnál te gyorsabban, mint a nyúl? Hát, tudod, én már ki is találtam. Azt terveztem el, hogy ő fut az egyik parázdában, én pedig a másikban. És amiben én futok, annak a túlsó végében te elrejtőzöl. És mikor a nyúl a pálya feléig ér, akkor te előugrasz, és azt kiválod. Én már itt vagyok.
És visszafele ugyanígy, csak én mondom. Ez jó ötlet, de mi van, ha a nyuszi rájön, hogy én nem, te vagy? Szerintem a nyuszi nagyon buta. Nem tudnak különbséget tenni köztünk. Rendben. Nyuszi ül a fűben, és nagyon unatkozik. Szervusz, nyúlka van! Hát megjöttél, sümpajtás! Megjöttem. Na. Nos, hogy csináljuk? Meséld el! Hát, te az egyik barázdában, én pedig itt a másikban, hogy ne akadályozzuk egymást a futásban. Rendben van. Nos? Egyet, kettőt, sármat számolok, aztán elkaszkodunk. Jó, jó. Egy, kettő, három. Én már itt vagyok. Hogy micsoda? Itt vagyok. Hát, újra. Na jó, akkor másodszor is. Egy, kettő, három. Én már itt vagyok. Micsoda? Jaj, hát ez már lehetetlen. Harmadjára, és ezen el utoljára. Egy, kettő, három. Én már itt vagyok. Jaj! Jaj, Nyuszi, jól vagy? Dehogy vagyok jól. Hát te nyertél. Jól van, sündisznókom. Elismerem. Te győztél. Gyere, menjünk fagyizni. Hurrá! De csak egy gombócot kapsz. Oh. Thank you.